Sziasztok! Ebben a részben a Ride the Lightning 220. epizódját foglalom össze. A videóim között volt már egy Ride the Lightning összefoglaló a 200. részről, ahol magával Elon musk beszélgetett a podcast vezetője Ryan McCaffrey. Ezúttal pedig Franz von Holzhausen-nel, a Tesla fődesignerével beszélgetett. Ryan elmondja, nagyon szerencsés volt, hogy sikerült Los Angelesben a Tesla Design stúdiójában összehozni a találkozót Franzal, és sokkal több kérdéssel készült, de nem tudta csak egy rövid 37 perces interjút összehozni. Franz azzal kezdi, hogy már gyerekkora óta rajong a szép autókért, többek között a klasszikus ferrari és a Jaguárok érdekelték. Édesapja dizájnstúdiójában stúdiójában ismerkedett meg egy gyakornokkal, aki autódizájnnal foglalkozott, és az ő hatására kezdte el az iskolát Franz is. Először a volkswagen majd a General Motorsnál dolgozott, később a mazda került, ahol a Mazda Kabura és a Mazda Furai kötődik a nevéhez. Nem tudom nektek mi a véleményetek, de szerintem a Mazda furai van egy-két Tesla-s Von Holzhausen elmondta, szerette a munkát a Mazdánál, de Elon ötlete sokkal kecsegtetőbb volt. Plusz olyan tetszett neki a Tesla hozzáállása a fenntartató fejlődéshez. Franz először nem ismerte elmondani a szüleinek, hogy a Teslahoz ment. Szerinte nagyon frusztráló, hogy a hagyományos autógyárak koncepcióikhoz képest egy nagyon lebújtított verziót küldenek gyártásba, ha egyáltalán küldenek, a Tesla nál ehhez képest az ő szavaival élve az inverze -e történik, mivel a koncepció bemutató után mindig javítanak a végleges autón. Elmondta továbbá, hogy a kedvence a Model S volt, mivel ott egy teljesen új dizájnnal kezdett. A Model s egyébként az volt a cél, hogy ne ordítson róla, hogy elektromos. Egy szép, hétszemélyes, aerodinamikus dizájn szerettek volna, ami attól függetlenül tetszik az embereknek, hogy tudják vagy sem, hogy elektromos. A lényeg az volt, hogy ha tetszik azoknak, akik nem ismerik a Teslát, hogy a dizájnon keresztül megismerhették a gyártót. Ryan kiegészítette azzal a mondatot, hogy a dizájn egyfajta trójai lóként működik, amire Franz röviden azt válaszolta, nem is feltétlenül erről van szó, csak arról, hogy mindent meg lehetne szépre tervezni, sok esetben ezt meg sem próbálják más cégek. Franz szerint más autógyárakkal a túl összetett vezetés a probléma, ahol is mindenki szeretné a névegyét a terméken hagyni. Így a végén sokszor nem szép termékek jelennek meg, illetve a Tesla-nál mindent, amire szerintük szükség van. Nincsenek még hagyományaik, amiket be kéne tartani. Ryan a Tesla aktuális modelljéről kérdezte a modell s kezdve. Franz elmondta, folyamatosan fejlesztik az autóikat kívülbelül, egyre jobb anyagokat használnak, csak úgy, mint egyre több és jobb technikát a lemezek alatt, illetve a szoftver kinézete is folyamatosan frissül. Továbbá von Holzhausen elmondta, nem vett részt a PLED Model S kinézetének módosításában, hiszen azok inkább funkcionális változások. Ezután a kilincsek kérdésére tértek át. A főtervező elmondta, nagyon jó ötletnek tartotta a Model S megjelenő kilincseit, ezzel is üdvözli az autó a tulajdonosait. Továbbá az is fontos számukra, hogy ne kelljen kulcsot bedugni, elfordítani, vagy start gombot megnyomni autóikban, azok azonnal készen állnak a haladásra, ahogy az előre kiválasztjuk a féket lenyomva. Ezzel is tovább építve a pozitív élményt. A modellisre térve Franz elmondta, a Falcon ajtóknál az alapötlet az volt, hogy egy tolóajtó nyitótávolságán belül oldjanak meg egy még nagyobb ajtónyílást. A Model X másik különlegessége a hatalmas szélvédő, amely a vezető mögött ér véget. Ezt úgy tudták megoldani, hogy az autó kiváló merevséggel rendelkezik az akkumulátor csomag miatt. Model 3-nál az egyik fontos tényező volt, hogy aki nem tudja megengedni magának a Model est, az a Model 3-ban megkapja ugyanazt kicsit kisebben. A Model 3 radikális, iparágat megváltoztató belső dizájnjánál azonnal az önvezetés volt a tervezők szeme előtt. Azon gondolkoztak, hogyan néznek ki majd a teljesen önvezető autók belseje. Ezért választották a minimalista szellőzőrendszert és a kijelzőt is. Model 3 prototípusa egyébként a Design van. Ryan próbálta kiszedni a főtervezőből, hogy mikor jön a frissítés a Model S-nek, amire Franz nem adhatott választ. A Tesla kamionról elmondta, soha nem gondolta, hogy ilyen járművet fog tervezni, amely egy ajándék volt neki, mivel a legtöbb kamion elavult. Ryan szerintem legjobb kérdése arról szólt, hogy hogyan érezte magát a főtervező, mikor legördülhetett két éve a kamion platójáról az új Roadster prototípusával. Franz elmondta, nem akarta elhinni, hogy sikerült titokba tartani az új roadster a bemutatóig, illetve elismételte Ilon összefoglaló mondatát a kocsiról, vagyis ez lesz a végső lecsapás a belső égésű motorokra. Ultimate Smackdown. A Roadster egyébként később érkezik, mint ahogy ígérték, de megéri várni, mert a végső termék minden szempontból jobb lesz a prototípusnál. Ezután a Model Y-ról beszéltek. A főtervező elmondta, a nehézség a tervezésben az volt, hogy sok alkatrészt meg kellett tartani a Model 3-ból, úgy, hogy közben a kategória elvárásainak is megfeleljenek. Ryan a pickup próbált megtudni valamit sikertelenül. Franz elmondta, mindig a következő munka volt a számára a legjobb. Minden termékükben megtalálta az örömöt és a kihívást. A modelles az egyik kedvence, mivel ez volt az első Tesla dizájnja. A Model X egyfajta Faberzsé tojás, a Model 3 a szerepe miatt fontos, de a kamionban, a pikabban és a rosterben is megtalálta a kihívást. Egyébként Franz egy Model 3-at és egy Model s vezet, amíg a felesége egy Model X-et. A végső kérdésre, hogy mi az, amit meg szeretne tervezni még, Franz azt válaszolta, hihetetlen gyorsan fognak a közlekedési eszközeink megváltozni a teljes önvezetés megvalósulásakor. És vannak ötletei, de kíváncsi, hogy hogyan fog alakulni a járművek kinézete ennek hatására. Ha tetszett a videó és ti is szeretetek az innovációt, nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek hasonló videókat látni, kövessetek és kapcsoljátok be az értesítést. Ha van valamilyen hozzáfűzni valótok, kommenteljetek!